Csirinát leviszi most? Leviszi, igen. Roth Kálmán, jön Herr Orsi. Mörtel talpról. Kicsit könnyelműen puppogtatnak most egyszer-egyszer a győriek. Pics. Jó nagyot esett szegény. De... Igen, abszolút érthető egyébként, hogy ilyen nagy gól előny birtokában egy picit felőtlenebbül támad a csapat, és mindenki megpróbál egy picit hozzátenni a sikerhez. De talán az eredmény megőrzésre végett, de bár olyan tatemes, hogy ettől sem kell szerintem tartanunk, és így jobban át kéne gondolni a támadások befejezését. Danilovics le a szélre, Albert ügyjel bajjal, de összeszedi. Reichel, Szörli belefordult szerintem Görbizbe. Remek volt az összhang Mörtel és Görbiz között. Rajcevic ügye, Danilovicsnak készítenek elő, ő meg le a szélre, Lankeit az egyik legbátrabb a németek közül, de most rálép a vonalra. Nem mellékesen, utána Herr még megfogta a lövést. Ez az ő önbizalmának tehet nagyon jól. Nem lépett rá, hozzáteszem, így a lassítás látva Lankeit. De, mint mondottam, így sem úgy sem volt gól. Értem. Radeanu Görvictől. Melman kanyarodik fel. Melman játszik a jobb szélen. Görvic felteszik a kezüket a bíró. Görvic! Ó, micsoda csel volt. Fantasztikus. Elhitette ott, hogy ellövi a labdát. Ez igazi klasszik teljesítmény volt. Szörli. Talán az egész mezőny legrutinosabb, legtöbbet tapasztalt játékosa. Ő volt a szenvedő fél az imént. Nagyon-nagyon megette ezt a cselt. 33-20. Most tart annyi lőtt gólnál a Győr, mint amennyit a Leipzig lőtt az első meccsen. Hát, ugye 6-tal kapott ki, 13-mal vezet a győri Gravlopasztetó, azaz 7 gól összesítésben az előny. Van negyed órája a német csapatnak, hogy 7 gólt verjen erre a Győrre. Ne kiabáljuk el, de közel a lehetetlenhez ez a küldetés. Hosszú lefolyású támadások kellenek. Roth Kálmán figyelmeztette csapatát, ugyanis tényleg elég gyorsan ellődözték a labdákat. Ez szenzációs. Azt a mindenit. Majdnem elvitte a lendület, annyira tökéletes volt ez a lövőcsel, hogy Görvic alig tudott megállni. Klitschkova lépett közben 11-es számmal a pályára a vendégcsapatban. Ő barátkozik most a labdával. 71-szeres szlovák válogatott átlövőről van szó. Medzevic ügye. Klitschkova, Danilovic. Megint a bejátszás. Szörli. És 2 perc. Érezhető volt. Radeanu. Ez is jogos. Nem véletlenül mondtam én is azt, hogy a támadások befejezését amennyire lehet tényleg elhúzni a végletekig. Ilyen vezetés birtokában azt hiszem, hogy ez abszolút természetesnek tűnik. Természetesen a lányokat el tudja ragadni a hív, és még hozzátenni. Vértel hozzátesz! Az ő hajfestéke és az őriek fehér meze nincs nagy barátságban egymással, ezt már máskor is láthattuk, de aggodalomra semmi jobb. Megfeljebb akkor, hogyha Klitschkova ilyen gyorsan válaszolgat majd. Gondolta, hogy a védekezési hibát, amit a Vértenorsival szemben elkövetett, gyorsan pozitívra hozza.
Mertens. Melman, széles mozdulat, belemenés, az volt. Lankeit lépett be elé. Óriási rohanás, rá vannak kényszerítve a lipcseiek. Kelleténél talán több támadás zajlott már ebben a győri ember hátrányban, és Rezevics ugye sajnos volt lő. 5-nél jár. Görvic, Bogirla, nem kell rohadni, még mindig tart az ember hátrány. Görvic. Körölni kell. Nagyon rutinos volt most Görvic. Gogirlával súg össze Görvic, amit a közben felemelik a bírók a kezüket. Gogirla elindul, mellé. Gogirla nem is tud hátrafutni. Szörli, vissza Rezevics ütjének, Borbás! Keményen, határozottan, ahogy az most indokolt volt. Danilovics, Rezevics ütje, Pliskova, Mertens ragadja meg. Rezevics ütje csel. Temes már megindult volna. Jön azonban a Sivszó. Danilovics. Gyanús volt. Lankeit. Szép. Termék belekapott. Nem volt könnyű helyzete persze Katya Lankeitnek, de semmit sem volt le Herr Borsolya érdemeiből. Görvicet emberfogással őrzik. Rezevics ütje az, aki követni próbálja. Körölni kell. És nem tudta egyedül megoldani a problémákat. Viszont Máté Nábercennek így alkalma van, hogy Lankeitel váltson néhány szót, nyilván biztató szavakat mond, esetleg egy-egy jó tanácsot, hogy mit kéne tennie a szélsőnek. Azzal, hogy kivette a Görvicaritát, valószínűleg fel akarja gyorsítani még inkább a támadójáték befejezését. Rákényszeríti a támadókat, hogy hamar lehetőség szerint lőjenek kapura. Mertens. Alaposan megdolgozták Mertenst. Ápolásra lesz szükség. Azt a mindenit, mekkorát eshetett szegény. Nem láttam ugyan a landolást, de az iménti kép elég ijesztő volt. A befejezés is az. Kemény fából faragták a norvég lányt. Amit ő kibír, és most már amit oszt... Egy fejszínek se lenne kívül, nem, hogy a vérte morsina. Melman, benn a bíró keze, Mertens, ott van a hely. A gól nincs, mert Völner véd. Nem sikerül megakadályozni a Borbásnak az indulást. Rezevics ütje, pontatlan! Pliskova lábához jött a passz, sprintben viszonylag nehéz összeszedni. És milyen jó levett a lába. Nem kaptant el tőle, persze, hogyha a cipőjére kenni a vaxot, akkor... akkor ez érthető is. Görvic, Rezevics ütje mellett, Gogirla, de kár érte. Ott az indítás, Bradeanu későn veszi észre, de Lankeit lábára pattan a labda, pont annyi kellett, hogy Radiani felugorjon, nem is látta
a német játékos csak meglehetősen későn a labdát. Gogirlát leviszi az iménti technikai hiba után pihenni Rót Kálmán, jön megint Mörtel. Nagyon jól tudja forgatni a játékosait a győri szakvezető, mindenki hozzáteszi a magáért ezen a napon. Radeanu, Kölner. Igen, itt nagyon fontos volna tényleg azt a játékosoknak továbbra is vinni, hogy előkészítésekből nőjenek, mert egyértelműen azzal, hogy az Anitát kivették, arra sarkalja az ellenfél a csapatot, hogy hamar fejezzenek, és lehet, hogy ez a fajta gyorsaság, ez a fajta türelmetlenség hibát szül. Jörvic a szélről indulva, Radzevic, úgyhogy most nem megy vele! Hoppá. Ez is megy, átlövésből, felugrásból, irtatlanul nagy gól. Hét gólos Görvic Anita, és Herr! Ő is egy jó csere volt, Herr Rossi, és nagyon jó napot fogott ki. Azt hiszem mindenki tényleg, ahogy az előbb említetted, hozzátesz valamit, és ez nagyon-nagyon fontos. Szemes és Ugász összeszólalkozik, most persze nem komoly vita ez, csak a védekezési hiányosságokat taglalták. Szörli lőtt gólt. ...83%-kal értékesítette a helyzeteit Szörli. És az egy kimaradt lehetőségnél is eltalálta a kaput, akkor Sirina védett. Görbic megy tovább. Hát... Csak lefújták igen. Végül. Görbic, Reiche mellett, Mörtel, tiszta lövőhelyzet, bődületesen nagy gól. Így van, ez elő volt készítve, az Anita összerántott két embert, a Rita zárt, és a Renátának egy nagyon közeli átlövése volt lehetősége. A németeknek még nincs idejük támadni, sietnek, kapkodnak, még akkor is, hogyha most a már földön zokogó Lankeit kiharcol egy hetes. Volt tavaly Martin Ulund Albertsen, akkor Karika nem sokkal jó kedvűben távozott, mint ahogy ma fog, hiszen a Viborgal az EHF kupa döntőjében döntetlent játszott az első mérkőzésen a győri Grabo-Castetó, aztán a visszavágón a papírformát érvényre juttatva nyert a Viborg és megszerezte a kupát. Akkor ő ott másodedző volt. Biztos, hogy csak a fizikai fájdalom az, ami Lankeit arcán tükröződött. Danilovic és Herr. Danilovic. Nem maradt még ki egyetlen hetes sem a meccsen. Sem egyik, sem másik oldalon, ez meglehetősen ritka. Radeanu. Vérten. Hetes. Völner mindent megtett, amit megtehetett, de ezt a belülvédekezést nehéz lett volna nem észrevenni. Itt a vétkes, Reiche. És Gogirla baktat középre. Ismét ő áll oda, hogy elvégezze a büntetőt. A szokásoknak megfelelően. Sikerült ma is egy tízes kintenie a Leipzignek. Ricskova, Danilovic, Bradeán ütközött vele. Wörth tért vissza a pályára, ő irányít megint. Szörli. Szép védés! Hagyták Herr orsolyának a feladatot. Jól tették, mert Herr megoldja. Juhász azonnal visszahúzza a kezét, nehogy kiállítás legyen. Szép védés a vége.
Borbás, nem kell rohanni. Mérten. Örtel. Fradeanu. Mellon a szélről indulva. Hú! Kipókálozza a felső. Igen, sikerült a felkanyarítás, illetve a ritának az elzárásával adódóan ott volt egy lehetőség a közbelövésre, és a fő átlagú. Hiába a labdaszerzés közben belesípolnak. Utána visszatér a vendégkapuba. Wörz, Herr! Ahol Sivina abba hagyta, ott folytatja. És erről beszéltem az előbb, hogy rengeteg jó egyéni teljesítmény van. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos alkotó eleme ahhoz, hogy egy sikeres csapatjáték bontakozzon ki belőle. Ez a Herr Orsi ennek szerves részese. Ő, aki elmondhatja magáról, hogy mindkét mérkőzésen jó teljesítményt nyújtott. Kovácsiszova. Mellman most már megszokott posztján átlövőként. Borbás, de nagy labdát kapott Wörzeltől. Nagyon jól vált le, üres területre mozgott, és ki is használja a helyzetét. Nem tudta követni. Aztán a kapufa is velünk van, sajnos Borbás nem tudja a kipattanót megfogni. Lankeit megveri, Kovácsiszovát, volt egy. Ki fogják állítani Mónikát? A harmadszor. Talán még csak másodszor, ha minden igaz. Legalábbis vagy én könyveltem rosszul. Én úgy emlékszem, hogy a harmadik. De ettől még szerint rosszul emlékeztem. Szerencsénkre. Mörtel mellé szegődtek most miénk. Egy védő kezéről pattant a vonalon túlra a labda. Görbic, Mörtel, Mellman, Mört kissé lemaradva, Görbic, el kell lőni. Utánu véd, és még meg is fogja az oldalvonal előtt a labdát. Törli. Szépen végigvitték most nagyon gyorsan. Törli Lübeck hatodik gólja volt ez. Nekünk nincs okunk a sietségre. Összesítésben 6 gólos győri előny. Vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy 5, mert a 6 gólos differencia mostantól kezdve már a Leipzignek lenne jó. Káprázatos lett volna, hogyha bemegy, csak hát így ők indulhattak. Maga a szituáció, amit kidolgoztak, az nagyon, nagyon jó volt. Lücskova lepattintja a szélre, Reiche a kapufa ezúttal őket segíti. Most kéne higgadtnak maradni, fél perc van még az ember hátrányunkból amúgy. Zsolt Kálmán időt kér, azt hiszem nagyon jókor. Jókor, igen. Azt én is úgy gondolom, hogy jókor kért időt Kálmán. 4,5 perc van a végéig. 1-2 lőtt góllal már meg lenne a továbbjutás, azt hiszem. Hajrá Győr, és ha tényleg jó lesz a hajrá a győriek számára, akkor aztán ott a magyar döntő az EHF kupában. Ilyet még nem látott a világ, és most bekövetkezhet. Elman. Görbic. Kicsi hely, de neki elég. Neki elég. Nagyon-nagyon jól játszik Görbic Anita. Sok
sok idejük az adogatásra. Danilovic, sietetniük kell a befejezést. Újra ő, kilépnek rá, eladja. Szabad dobás azonban. Ki tudja, talán az volt, ez volt talán Korbás arc kifejezése is. Danilovic, Mörth, egy az egyben Mörtellel, kilépnek aztán mégis Sörliről, meg kell van most Herrorsajának. Kíváncsi lennék, egyszer hagynák, hogy előjelölsz a labdát, hogy hogy dől most így kapura, mert igazából mindig csak a beállót játsza meg. A döntő többségében egyszer megpróbálni. Óriási erőfeszítéseket tett a Győr Szörli semlegesítésére. Egy is két gólt lőtt már a beálló. Egy korán eladott labda, Szörli! Hát Mörtel most elaludt. 40-30. 3 perc a végéig. Szépen higgadtan, hosszan kell támadni, és akkor már nem lehet gond. Görbic, Mörtel. Hát így sem lesz. Ennél nagyobb gólt nehéz lőni. Erre már látunk példát, ugyanazt az előkészítő fázis vált. Tehát az Anita összerántja a két embert, Rita zár a Renátának. Mörcöt a földre gyötörték közben. 40 gólnál többet lőtt a Győr. És még egyszer arra utalnék, hogy ugye 33 kapott gólt sokaltuk. Én is, Roth Kálmán meg különösen. Erre most 30-at kap az Eto eddig, és mégis milyen boldogok vagyunk. Ugyanis ugye fél időben beszéltünk róla, hogy a támadó játékot lehet-e tovább fokozni. Úgy gondolom, és erre mondtam a védekezést. Hát a védekezés egy picikét össze gubancolódott, de azt hiszem, hogy a támadó játék eredményessége továbbra is maradt. Ez fontos momentum. De még mennyire. Micskova sokat lépett, de a szabálytalanság, amelyet vele szemben elkövettek, szabad dobást eredményez. Wörth, egyedül kell indulnia, ez is csak szabad dobás. Wörth ütötte meg magát. Danilovic. Herr. Magától értetődő könnyedséggel. Lassan arra kérlek majd Gyula, hogy az utolsó két perchez érkeztünk, hogy gondolkodj azon, hogy kikaphatja a pesgőt, mint a mezőny legjobbja. Hát túl sokat nem, mégis nagyon sok jó teljesítmény volt, akár a kapuban, akár a mezőnyben, de úgy gondolom, hogy ma a Görbic Anita bebizonyította, hogy miért zseniális játékos, miért jó irányító, és egy személyben miért jó cselezőkészséggel, lövő technikával rendelkezik. Én őt jelölném meg a mérkőzés legjobbjával. Ez már a kapkodás, a minden mindegy, el kell lőniük. Bérten szerzett, ezt nyilván látták, újabb volt. 42-30, Görbic Anita tehát a mérkőzés legjobbja. Roth Kálmánon kívül őt is látják, és hallják majd nyilatkozni a meccs után. Mörtel. Bérten! Ez már a felszabadult boldogság a Győri kispadnál, a Lenke, illetve Nej Ferenc Júró és Roth Kálmán ölelkeztek össze. Lankeitnek már ez sem jön össze. A Győré a labda. Becsülettel küzdött a Leipzig, de egy jobb csapattal találta szemben magát ebben a párharcban. Egy olyan csapattal, amely az első mérkőzésen tudása, valós tudása alatt játszott, a második összecsapáson azonban kiválóan teljesített. Szamoránszky piroskát is pályára küldi közben Roth Kálmán. Hadd játszom mindenki ezen az emlékezetes összecsapáson. Szamoránszky megkapja a labdát, egy nagyon fiatal, tehetséges játékosról van szó. Most belefordul ellenfelébe. Wörth a kígyótérről a kipattanót Klitschkova bevágja. 43-31, és minden bizonnyal ez lesz a vége. Nem is akar már semmit kezdeni a labdával Mörtel. A Győr káprázatos teljesítményt nyújtott, és bejutott az EHF kupa döntőjébe. Azaz, biztos, hogy az EHF kupát magyar csapat nyeri ebben az idényben.
Ez azt hiszem óriási eredmény, és a magyar női kézilabda nagy-nagy dicsérete. Igen, és hagy gratuláljak itt a győri csapatnak, hisz ebben az évben már nagy valószínűséggel ugye a magyar kupát nem egyértelműen megnyerte, és hát most még egy kupadöntőt fog játszani, és még a bajnokság vége messze van. Ez már egy óriási teljesítmény a Győrtől, és ehhez gratulálok a vezetőknek, a játékosoknak is. És természetesen hozzátérve, hogy a Kornexinek is ezúton gratulálom, mert fantasztikus meccset játszott a Fradival. Mind a két csapat sziporkázott, akár a Győr, akár a Fehérvár. Egy nagyon, nagyon óriási nagy dolog ez a női, magyar női kézlabda életében, hogy két magyar csapat játszott Európa Kupa döntőt. Rövidesen, ahogy ígértem, a főszereplők nyilatkoznak majd innen a helyszínről, maradjanak tehát velünk. Minden tuti bringa megérkezett a Sport1-re. Két hetente képernyőn a leglátványosabb akciók, a legmerészebb kerekezők, a legizgalmasabb versenyek a mountain bike szédítő világából. Minden második kedden 18.45-kor Mountain Bike magazin. Tudsz követni? A Mountain Bike magazin támogatja a Merida, a Shimano, a Cseke részvénytársaság és a Sony Ericsson. Csak a hajfestékkel gyűlt meg a győri játékosok baja, az ellenféle szerencsére nem, igazi örömjáték volt az EHF kupa elődöntőjében, jön tehát a magyar döntő. Nagyon könnyű volt ez a meccs, ezt a fél időben már sejthettük, de előtte azért te azt gondoltad valóban, hogy ennyire izgalommentesen jut be a Győr a döntőbe, vagy azért egy szorosabb meccset vártál? Benne volt ez. Mert mondtad a 7-8-10, de hogy így alakul, ugye 10 góla lehet így is győzni, meg úgy is. 10 percig kellett azt hiszem, hogy izgulnunk, illetve a nézőknek izgulnia. Onnan szerintem a Győr megmutatta, hogy ők a jobb csapat, és most ez sikerült. A Lipcsének meg semmi se sikerült. Tehát van így, hogy bármit csináltak, itt már végén, ami eddig bement, az ilyenkor nem megy be. Felfedeztél-e valami olyasmit, hogy ami abszolút mértékben bejött a kinti meccsen Németországban a Lipcsének, az most nem. Tehát, hogy a Győr annyira fel tudott készülni, látva és tapasztalva az első meccsen történteket, hogy egész egyszerűen nem volt variációs lehetőség a Lipcsének. Ami gyengébbek voltak, nem volt náluk kapus teljesítmény, kint azért jóval jobb teljesítmény nyújtottak a kapusaik, illetve a balkezes játékosuk kint nagyon jól játszott, itt nagyon gyengén játszott, és tulajdonképpen a lövő nem voltak lövőik, a két, vagy az a balszélső és a beállós játszott jól. Ennyi meg úgy látszik elegendő, gyorsan kapcsolunk vissza Győrbe, hiszen ha minden igaz, akkor Róth Kálmán ott van már Szekeres Péter mikrofonja előtt. Köszönöm szépen, itt van mellettem természetesen a vezetőedző, gratulálok. 10 a fél időben, 12 a végére. Én emlékszem, hogy azt mondta a lipcsei mérkőzés után, hogy 10-zel fognak nyerni Győrbe. Igaza lett? Igen, hát azért ebben volt egy kis optimizmus, egy kis túlzott optimizmus. Számítottam arra, hogy lesz esélyünk a továbbjutásra. Ez egy ilyen több oldalú mérkőzés volt, tehát lehetett volna szorosabb, lehetett ilyen is. Én amikor először láttam ezt a Lipcsét videón, én akkor azt mondtam, hogy ezzel a csapattal lehet rendkívül szorosat játszani, de nagyon meg lehet őket verni. Én most úgy gondolom, hogy ez az utóbbi érvényesül, de az kellett hozzá, hogy a játékosaim sokkal nagyobb alázattal szolgálják a játékot és a csapatot, mint ahogy Lipcsébe tették. Egy nagyon egységes csapat teljesítményt nyújtottunk, és ez meghozta a sikert. Percek alatt igazság szerint ledolgozták a 6 gólos hátrányt. Ez volt a taktika, hogy ha nyugodtan is, de minél hamarabb az első fél időt, de RK-ig ledolgozni a hátrányt?
óva intettem a csapatot, hogy nehogy túlpörögjön. Próbáltam én is nyugodtnak látszani, még a közvetlen a mérkőzés előtti megbeszéléskor is, mert félő volt, hogy vannak olyan játékosaim, akik hajlamosak a túlpörgésre, nehogy 5 perc alatt akarják behozni a hátrányt, de úgy gondolom, hogy úgy alakult a mérkőzés, hogy szinte adta magát a lehetőség, hogy gyorsan tudtunk lerohanásból rendezetlen védelem ellen gólokat szerezni, és én azt hiszem, hogy a támadó játékunk is a lőtt gólok számát tekintve én azt hiszem megfelelő volt. Említette, hogy a csapategység tökéletes volt, de az egyéni teljesítmények sorolhatnánk mindenki gyakorlatilag a csapatból. Hihetetlen jól játszott mindenki egyenként is. Azt mondtam a lányoknak, hogy ezt akarással, csak akarással nem lehet megnyerni. Itt játszani is kell. Én úgy gondolom, hogy a mérkőzésnek jelentős részében sikerült játszani is a játékot. Világos, hogy azért könnyebb volt akkor, amikor már megvolt a megnyugtató előny, de megmondom őszintén, 10 gólos félidőnél is aggódtam, mert ebben a gyors játékban, és ez a gyorsan kézilabdázó Lipcse, aki kimondottan erőlteti még a gólból is a gyors indulást, nagyon könnyen le tud dolgozni 4-5 gólos hátrányt is, úgyhogy azért is meg tudom dicsérni a lányaimat, hogy nagyon fegyelmezetten kézilabdáztak. Mennyire gondolkozott már a kupa döntőn? Volt ideje gondolkozni itt a második fél időben, azért már biztos volt a továbbjutás? Én egy dolgon gondolkodtam, amikor a Ferencváros mérkőzést megnéztem, hogy nagyon jól esett, ahogy a Kornexi játékosok és Szabó Edina is tulajdonképpen a mi sikerünket várta. Jól esett, hiszen ez a magyar kézilabdának a sikere. És itt én azt hiszem, hogy most először annak kell örülni, hogy két csapat bejutott egy nemzetközi kupa döntőjébe, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a Dunaper is bejutna, hiszen egy célért dolgozunk, a magyar kézilabdázásért, és nagyon fogunk szorítani most a Dunapernek, mert erről szól ez az egész, hogy ott legyenek a magyar csapatok, mint válogatott, mint pedig klubszinten a legjobbak között. Estére kiderül a Dunafer továbbjutása esetlegesen, gratulálok a sikerhez. Krisztián, visszaadom a szót egyelőre nektek, és aztán természetesen várjuk Görbic Anitát ide. Köszönjük szépen, azt hiszem, hogy új szavakat mondott Roth Kálmán, alázat, aztán csapatszellem, és hogy mertek játszani. Ezek gondolom a legfontosabb tényezők lehettek ezen a meccsen. Hát nagyon fontos, a legfontosabb. Tehát az, hogy a játékos elhiszi magáról, képes arra, amire egész évben készül, gyakorolt, vagy adott esetben egy kidolgozott, elképzelt taktikát meg tudja valósítani, ennél külön nem is lehet, azt hiszem. És most úgy gondolom, hogy tényleg minden csapat rész, aki adott esetben a védekezésben, vagy a labda felhozatalban, vagy a támadójátékban felállt fel ellen, tette a dolgát, alázattal volt a játék iránt, és maximálisan egyet tudok érteni a Kálmán szavaival. Mekkora respektet jelentett ez számunkra, hogy magyar döntő lesz az EHF kupában? Ugye tavaly mindenki arról beszélt, hogy a dánok mit arattak valamennyi kupában.